A dubai COP 28 klímacsúcs résztvevői számos komor jelentést emésztettek meg a föld állapotáról, a globális felmelegedés megfékezésére tett erőfeszítésekről. A helyszínről az Euronews tudósítója Jeremy Wilkes jelentkezik a legfrissebb hírekkel. A Climate Action Tracker elemzése azt mutatja, hogy a világ egyetlen országa sem áll jól az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése terén. A párizsi megállapodás másfél fokos széljának tükrében. És itt van a Global Carbon Project jelentése is, amelyből kiderül, hogy a kibocsátás globálisan 1,1%-kal emelkedik 2023-ban, Indiában például több mint 8%-kal. És itt a meteorológiai világszervezet évtizedet felülelő vizsgálata, amely kiemeli a La Niña vagy El Niño miatt bekövetkező változásokat, és ezek elég borús kilátások a bolygónkra nézve. Ez utóbbi jelentés szerzője elmondta, a klímaváltozás felgyorsulását látjuk az éghajlati rendszer számos területén. A globális hőmérséklet folyamatos emelkedését mérjük, a tengerszint emelkedése egyre nagyobb ütemű, a jégtakaró egyre gyorsabban csökken, az óceánok egyre melegebbek és savasabbak. Tehát az éghajlati rendszer nagy részén változásokat látok, és ezek a változások általában nem jó irányba mutatnak, sorolja Blair Trevin. Az ilyen bizonyítékok láttán Bertrand Piccard, a Solar Impulse alapítvány alapítója szerint valóban szükség van fókuszváltásra, mondja Wilkes. Inkább a megoldásokat kell megmutatnunk, mint a problémákat. Rá kell világítanunk, hogy a széndioxid mentesítést az országok jövedelmező modernizációján keresztül kell megvalósítani. Nagyobb hatékonysággal az energia és erőforrás pazarlás, a környezetszennyezés, valamint a pénzpazarlás megszüntetésével. Az éghajlatvédelem tehát sürgős, de van egy gazdasági kényszer is, amely valószínűleg sokkal motiválóbb lehet a gazdaság, az ipar és a politika számára. Mindezt szem előtt tartva a legnagyobb kérdés most az, hogy a klímakonferencia végén lesz-e megállapodás a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivezetéséről, összegez tudósítónk.